Jelenleg ugye 25. alkalommal gyűlnek itt össze a betlehemes csoportok, és hát ezek olyan betlehemes csoportok, vagyis olyanokat várunk, akik a hagyományos kárpátaljai betlehemes szövegét mondják, tehát ez nagyon fontos számunkra, hiszen Kárpátalján még élő hagyomány a betlehemezés, és ha vannak is települések, ahol már szenteste nem csendül fel a betlehemezőknek a hangja, akkor legalább azt várjuk el, hogy egy kutatás, egy gyűjtés, vagy egy másik faluból átvett hagyományos betlehemes játék legyen, amit aztán természetesen megneveznek. Nagyon fontos az, hogy a megfelelő, tehát a több évszázadig elfogadott szereplők járják, vagyis jelenjenek meg. Tehát azt tudnunk kell, hogy a betlehemes játék szereplői mindig fiúk, férfiak voltak. Általában az volt a hagyomány, hogy a templomos, a templom betlehemest azt idősebb férfiak adták elő, a falvakban járó betlehemező csoportok pedig fiatal emberek voltak, illetve gyerekek. Ennek is volt különböző megfelelője, tehát a csillagozók, azok még egészen kisgyerekek voltak, a katolikus falvakra ez is jellemző volt. Tehát nagyon fontos a hagyományos kárpátai szöveg, a szereplők fiúk legyenek, illetve figyelembe vesszük az öltözetet is, hogy ez mennyire tükrözi mondjuk legalább a 20. század elejének a hagyományát, és hát pluszpontnak számít az, hogyha a saját nyelvjárásukban adják elő és mondják el a szöveget, illetve hát odafigyelünk arra is, hogy a tiszta énekhang az azért szépen csengen. Kárpátalja tulajdonképpen betlehemes csoportok vagy betlehemes hagyomány tekintetében is a Kárpát-medence kicsiben. Tehát az is látszik, hogy ez egy kényszerűen létrehozott régió, nem olyan régi, ugye, éppen 100 éves, és ezt a hagyományok nem vették figyelembe, hogy a politika boszorkány konyhájában mit kavartak éppen ki, mert az ungi betlehemes az a felvidéki betlehemeshez hasonló, tehát az a jellemzőivel ott egy, az öreg, az egy ilyen mókás, inkább ilyen ördögös jellemet mutat, teljesen el van takarva az arca, az alföldi, a beregugocsai betlehemes, az az alföldi, a magyar alföld betlehemeseinek a hagyományát és a jellegzetességét hozza magával, illetve itt megtalálható kétféle a bábtáncoltató betlehemes is, ami nagyon régi, például Váriban, Tiszacsomán, újabban Csepében is felfedeztünk egy olyat, hogy még élő, csak ők szerintem nem jöttek el. Illetve a felső tiszavidéki betlehemes az erdélyi hagyományokat őrzi. Na most a betlehemes tekintetében a vallási megkülönböztetés igen van, mert a katolikus egyházaknál jellemzőbb az úgynevezett egyházbetlehemes, amikor a profán elemeket kihagyják, és az egyházban adják elő, mondjuk Nevetlen faluban jellemző, hogy az éjféli misére a faluban járó betlehemesek bevonulnak a templomba, és ott előadják a misztérium játékot, és éppen ennek megfelelően most egy nagyon érdekes helyzet állt fel, például Salánkon, ahol az autentikus betlehemes szövege a reformátusoknál maradt meg, mert a templomban nem gyomlálták ki belőle ezeket a profán elemeket, meg sokszor pogány dolgokra is visszavezethető elemeket, de jellemző. Viszont az a másik dolog, hogy a katolikus vidékeken jobban fennmaradt. Tehát például a csillagozás, ami ugye a reformátusoknál nem is volt, de igazából a közösségek valahol tudatában vannak ennek, hogy ez református, meg katolikus, de legtöbb helyen nem, hiszen főleg ugye, ahol nem megy be a templomba, ott ugyanúgy reformátusok is és katolikusok is játszák a betlehemest. Még amit meg kell említenem, ugye a felső Tisza vidéke, ahol tulajdonképpen az identitásnak a legfontosabb eleme a vallási identitás, és ott például Gyertyán-ligeten nagyon sokáig fennmaradt az úgynevezett Heródes játék, ami konkrétan a katolikus egyházhoz kapcsolódik. Ez egy nagyon sok szereplős, sokkal hosszabb játék, mint a megszokott házról házra járó betlehemes játék, tehát ez konkrétan a római katolikus egyházhoz kapcsolódik.